Talán az egyik legrázósabb szakasz előtt állunk, amely távolságban csupán 800 tengeri mérföld, és ha jó az idő, akkor ezt mindenképpen egy héten belül tudjuk teljesíteni. Ám a délszaki tél miatt és a hírhedt tagolhaszfok miatt valóban ez a verseny legrizikósabb szakasza. Igazából itt mindenki csak másodszorban versenyzik, és elsősorban meg akar érkezni, vagy meg szeretne érkezni Fokvárosban lehetőleg minél kisebb károkkal. Az agulhaszfok a hajósok körében rettegettebb fok, mint a hornfok. Igazából abnormális hullámok, tehát a megszokottól eltérő formájú és méretű hullámok 3-4 helyen fordulnak elő a világon, és itt az agulhaszbeng, az agulhasz pad környékén a legrendkívülibbek, nem csak formájukban, hanem méretükben is, angolul ezt freak waves-nek hívják, magyarul abnormális hullámzásnak, vagy úgynevezett szögletes hullámzásnak fordíthatjuk, kialakulhatnak egy olyan 900 láb hosszúságú és 70-80 láb magasságú szögletes hullámok, amelynél ez a meredek hullámfal, amely hát a 20 métert is túllépi, 30 csomós, tehát 50 km per óra fölötti sebességgel tud haladni. Tehát egy ilyen hullámot a legjobban megépített, megtervezett hajó sem tud venni, nem tartható meg a manőver vagy a kormány képessége. Ez bizonyítja, hogy nincs 10 napja, hogy itt egy román teherszállító hajó tört ketté. Ugyan kimentettek a 21 tengerészből 26 helikopterrel a bravúros parti őrségi mentési akciók során. Egy azonban mégis a hullámok között lelte halálát, 3-4 napja süllyedt itt el egy katamarán. Mondhatom azt, hogy habatortán, hogy az északkeleti szél, amely itt felgyorsítja a tengeráramlatot, akár órákon belül képes 180 fokot fordulni, délnyugatira fordulni. Egy friss, viharos tenger keletkezik, szokatlan formájú és egészen rendkívüli méretű hullámok jöhetnek létre, amelyek gyors vonat sebességgel és ahhoz illő zajjal közelítenek, és gyakorlatilag sok mindent nem lehet tenni a kivédésükre. Ilyen előzmények után nem árt ugyebár az elővigyázatosság, éppen ezért mindent átnézünk. Még a parton kipróbáljuk a vadonatúj nagyvitorlát. Azután érdeklődöm a kapitánytól, hogy a 13. és egyben a legnehezebb szakasz előtt mit és miért kell aláírnunk. A versenydeklaráció minden versenyző aláírja, hogy a saját felelősségére vesz részt a versenyben. Gézda, légy szíves, te is. Most pedig következzen a MOL Hungária 1100 legénységének véleménye erről a nem éppen veszélytelen szakaszról. Egy-két tengerésztől hallottam, hogy a világ egyik legveszélyesebb pontja az Atlanti és az Indiai óceán találkozása miatt. Egy viszonylag meleg, egy 20-22 fokos Indiai óceán, egy 10 fokos Atlanti óceánnal, és a 10 fokos vizet fogjuk szembe kapni a jó reménység fokánál. Lelkileg teljesen rendben vagyok, minden oké, várom a kihívást. Az egész verseny mindannyiunknak egy nagy kihívás, az óceánon vitorlázni, és hát azon belül biztos, hogy nehézségi fokban ez a szakasz jelenti a csúcsot. Mindig benne van a lehetősége, hogy itt hagyjuk a fogunkat, de hát az életben is, a bárhol az utcán is, ugye az ember fejére esett a tégla. Ettől a szakasztól nem félek jobban, mint a többitől, de hát minden szakasz előtt azt mondtam magamnak, hogy természetesen benne van a pakliba, hogy esetleg nem érkezünk meg, de erre inkább nem gondolok. Felkészülve persze a legrosszabbra is esetleg, de inkább pozitív hozzáállásra egy kicsit. Megpróbáljuk azért élvezni, akármilyen is lesz. Én nagyon bízom a csapatban, most már tényleg 8 hónapja együtt vitorlázunk, ismerjük a hajót, nagy szelekbe is voltunk, tehát a szél az nem lehet ellenfél, semmi esélye sincs semmi hullámba. Amit hallják, mindenki optimistán tekint a nagy út elé, de van két új mancsaft is a hajón. Vajon miért pont ezt a szakaszt választották? Tapasztalni szeretnék izgalmakat, nagy hullámokat, vihart, bármit. Direkt ezt a szakaszt választottam, mivel ez lesz talán a legérdekesebb. Tengeren ez lesz az első vitorlázásom. Én azt gondolom, hogy lesznek nehéz pillanatok, amikor mondjuk nem egy sétahajókázás lesz, sőt az út nagy része talán nem az lesz. Bízom abban, hogy túléljük, és ha túléljük, akkor nagyobb baj nem lehet. Ilyen reményekkel július 24-én pontban 12 órakor rajtolt el a mezőny Durbanből gyenge kis szélben.
A MOL Hungária 1100 fedélzetén 11 bátor ember vágott neki az orr délszaki télnek, hogy teljesítse a kitűzött célt, és mi hamarabb megérkezzen a fokvárosi kikötőbe. Az első két nap a várakozásnak megfelelően gyenge szélben vitorláztunk, és teljesen megfeledkeztünk, hogy az egyik legnehezebb szakasz kezdetén vagyunk. Ebben a szikrázó napsütésben találkoztunk rengeteg fókával, és más nagyon kedves utitársunk is akadt. A fókák mellett a delfinek voltak állandó kísérőink, akik mindenféle látványos trükkökkel szórakoztattak minket. Naplemente előtt még egy pálna is felmerészkedett az Indiai-óceán mélyéről. A következő nap bekövetkezett az, amiről a hajón már sokat beszéltünk. 30-40 csomós, 60-80 km/h északkeleti szél támadt fel, így aztán a személyzetnek akadt bőven dolga. Itt ismerkedtünk meg az Indiai-óceán haragosabb oldalával. 4 óránként váltottuk egymást, így aztán mindenkinek megvolt a saját dolga a fedélzeten. Körülbelül olyan 40 mérfölddel vezettünk a mezőny előtt, amikor is telibe kaptunk egy nagy vihart, a legkisebb hullámok is 8-9 méteresek voltak. Még egy gyors ebéd belefért, de aztán az esti órákban a szél csak fokozódott, és teljesen megváltozott az iránya. Délnyugatira fordult. Több hajó csak kikötésre kényszerült. Így aztán a MOL Hungária is a legközelebbi Moselbé kikötőt választotta. Ahova is végül is szerencsésen megérkeztünk. Alig vártuk, hogy az időjárás jobbra forduljon, ami két nap után be is következett. Hogy aztán végre folytathassuk az utunkat Fokváros felé. Július 1-én hajnali 1 órakor az Indiai-óceánt elhagyjuk, és az Atlanti-óceánon vitorlázunk tovább. Nagy örömünkre, hiszen magunk mögött hagytuk a hírhet Agulhas-fokot. A nap felkelte után gyenge szélbe hajózunk tovább, hogy végre megpillantjuk a jó reménység fokát. Ugyan itt az Atlanti-óceán csak 9 fokos, de a látvány mámorító. Ezt követte a pezsgőbontás, majd délután 5 órakor megérkeztünk Fokvárosba, a Királyi Jagdklubba. A látvány lenyűgöző. Előttünk a táblahegy, illetve Cape Town. A terv az volt, hogy Durbanből Fokvárosba, biztonságba és épségbe érkezzünk meg a hajó lehető legkisebb károsodással. Hát ez nagyon jól sikerült, és végül is a kitűzött határidőn belül, hiszen egy hétre terveztük ezt a 800 tengeri mérföldes utat, és kedden indultunk, és kedd van ma, úgyhogy gyakorlatilag teljesítettük a tervet.